az ebéd egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy mindenki megnyugodjon, és előzőek után. Kezdjük is el a mai nap következő plenáris ülését, és felkérem Dobos Balázs, az Akadémia Kisebbségkutató Intézetének munkatársát, a tartsunk előadását. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit. A délelőtti szekcióban, a délelőtti szekció végén rendkívül szó esett magukról a roma szereplőkről, a roma szereplők felelősségéről, egyáltalán arra szükségesről, hogy színre lépjenek ezekben a diskurzusokban és politikánkban. És az elkövetkezendő 15 percben én akkor egy olyan jelenségről, vagy olyan szerveződési formáról szeretnék beszélni, ami hát Magyarországon meglehetősen marginális, nem úgy, mint akár egyes balkáni országokban. Egész konkrétan a roma pártokról van szó. Hogyha távolabbról indítunk, és hadd kezdjem azzal, hogy ahogy így a szakirodalom is kezeli a roma alapon, roma etnikai, vagy miféle roma kötődések alapján való pártszerveződés, ez többnyire ilyen etnikaiként, kisebbségiként határozza meg. És hogyha etnikai pártokban gondolkozunk, akkor nagyjából eszünkbe juthatnak talán elsőként ugye Nyugat-Európából azok az etnoregionális közösségek, amelyek nagyjából az 1960-as, 70-es években léptek színre, vagy akkor növekedett meg a jelentőségük, akkor sokak által ilyen etnikai reneszánszként értelmezett folyamat keretében, aminek során ugye lényegében arról volt szó, hogy a II. Világháború után sok olyan közösség, amelyet sokan már asszimilációra ítéltek, akkor itt az 1960-as, 70-es években területi, etnikai, nyelvi alapokon mobilizálódott pártokat szervezett és tartósan, akkor megjelent a politikai szintéren, és hogy akkor ne ilyen elvontam beszélyeket, hogy akkor az aktuális ugye, esetek ugye etéren, akár a katalánokról, a skótokról beszélünk, tehát mindenképpen ezek a nyugati etnoregionális pártok. A térségünkben, Kelet-Közép-Európában, Dél-Kelet-Európában, Balkánon ugye a rendszerváltások eredményeképpen jöhettek létre különféle nemzetiségi, kisebbségi pártok. Találhatunk akkor itt a Baltikumtól egészen a görög határig, ugye az ismert a külhoni magyar közösségek pártjain kívül orosz, török, albán, egyéb pártokat is. És már önmagában egy elég komoly kihívás már ezeknek a nyugati és a keleti kelet-európai etnikai pártoknak az összehasonlítása. És a kérdés az, hogy amennyiben etnikaiként értelmezzük a térségben színre lépő roma pártokat, ez ugye miképpen illeszthető be, egyáltalán beilleszthető-e ebbe a nagyobb pártcsaládban, milyen jellemzőik vannak. Azzal indítottam, hogy ugye már az is kérdéses, az is egy dilemma, milyen szempontok alapján, miként tekintetünk, miként azonosíthatunk egy pártot etnikaiként. Ugye, itt számos ilyen szempont fölmerülhet, hogy a pártnak az elnevezése utal valami kisebbségre, de lehet az, hogy a vezetősége, vagy éppen a tagok, a szavazók többsége került ki egy adott kisebbségi csoportból, tehát meglehetősen nehéz számos szempont adott, amelyek abban be lehet határolni. A romák esetében ugye, ahogy a délelőtti szekció, ugye előadó is felhívták a figyelmet, mindenképpen óvnék én is az általánosítástól személy szerint is tartózkodnék tőle. Igen, viszont ugye azzal kell tisztában lennünk ebben a esetben, hogy ugye a pártverseny logikája az pont jelen esetben ugye ellenkező irányokat diktál. Ugye nevezetesen ugye arról van szó, hogy a napjaink ugye
demokráciájában versengő néppártok ugye igyekeznek maguk számára a szavazók legnagyobb körét kihasítani és azokat ugye tartósan mobilizálni maguk számára ugye tartósan szavazóként, támogatóként megtartani, és ez akár óhatatlanul is valamiképpen ugye homogenizálja, valamiképpen egységesíti azt a szavazói tábor. Ugye nincs ez másként a romák esetében is, nyilván, hogy a roma pártok elsősorban akkor a potenciális roma szavazókat próbálják célba venni, és ebből kifolyólag a romák közötti már ugye délelőtt is elhangzott különféle nyelvi, kulturális vagy a társadalmi integráció foka szerinti különbségeket. Ebből adóan nem igazán szeretnék figyelembe venni, hanem ők ugye a lehetőség szerint ugye minden roma képviseltét szeretnék ellátni. A képviseltet azért is tartják ugye fontosnak, mert hogy megnézzük a számadatokat, akár népszámlási, akár becsült létszámadatokat, ugye a térség egyik legnépesebb közösségéről van szó, amely, hogyha megnézzük a döntéshozó, politikai döntéshozó testületek összetételét, hát azt látjuk, hogy meglehetősen alul reprezentáltak minden szinten. A roma pártok esetében még további probléma az, hogy a szakirodalom mind a ezekre a nyugati, etnoregionális, vagy ezekre a keleti nemzeti kisebbségi pártokra lényegében adottnak veszi azt a tétet, hogy az adott kisebbségi közösséghez tartozók itt a nemzetállam logikájából adódóan az adott kisebbségi közösséghez tartozók a saját etnikai pártjukra fognak szavazni. Most kérdéses az, hogy ez más kisebbségi közösségek esetében is mennyire igaz, milyen mértékben, de ez az a kitétel, ami a roma pártok esetében ugye a legkevésbé igaz. Hát ugye a roma pártok ezt a fajta mobilizációt ugye nem voltak képesek elérni. Választási értelemben ugye sikeres roma pártokról alig beszélhetünk a térségben. Mi több ugye arról is szó van, hogy esetükben már magukról a pártoknak a létjogosultsága és vita tárgya, szükséges-e, kell-e, egyáltalán milyen alapon. Hogyha csak egy rövid pillantást vetünk a számokra, itt a roma népesség becsülött száma, és a roma pártok sok esetben szintén becsült számára, akkor azért tehát azt mondjuk, a térség legtöbb országában itt a rendszerváltástól napoljunk ki, tehát működtek azonosíthatók ilyen roma pártok már említett meghatározási nehézségek mellett. Mik a főbb jellemzők, vagy mi az, amit róluk akkor érdemes tudni? Tehát mindenképpen ugye ki lehet hangsúlyozni azt, hogy történelemben elsőként nyílt a 1989-90 után számukra a lehetőség, hogy az etnikai vagy roma alapú pártszerveződések, pártok létrehozására. Ilyeneket akkor főleg a balkáni országokban találunk, ahogy láttuk az előző táblázatban is. És jó részt ugye azonban az országokban, ahol mind a becsült, mind pedig népszámlási adatok szerint is, hát úgymond már kellő létszámban, jelentősebb számban vannak jelen. Itt van, adódik azért egy-két kivétel, hogy Csehország és Horvátországból említettem. És főleg olyan országokat lehet itt találni, ahogy zömében balkáni országokat, ahol más kisebbségek, más nemzeti kisebbségek már sikeresen mobilizálódtak a romák mellett. Tehát gondolhatunk itt a külhadi magyar közösségekre, Bulgáriában a török kisebbségekre és más eseteket is lehet említeni. Ahogy ebben a táblázatból is látszott, viszont ezek a létrejövő roma pártok meglehetősen fragmentáltak, tehát a számuk, ahogy talán emlékszünk rá, egyes országokban elérheti a 15-26 is, egymással rivalizálnak, belső küzdelmek is szabdalják, és jellemzően ugye a választásokon meglehetősen sikertelenek, tehát nagyon kevés olyan esetet
talán pont, amikor önerőből sikerül a parlamenti helyet szerezni. Általában rövid életű pártokról van szó, és többnyire a legfőbb céljuk az a parlamenti hely, parlamenti képviseleti pozíciónak az elérés, és kevésbé van arról szó, hogy valamiféle ilyen kidolgozott programot vigyenek léve, valamiféle program orientáltság lenne tetten érhető. A szakirodalomban, amit ennek kapcsán hangsúlyoz, általában így jelenik meg, hogy akkor a roma mobilizáció az egy kudarcos történet, ami számos lehetséges okra, háttértényezőre vezetett vissza, itt jó párat felsoroltam, számos tényező akár tehát maga a roma közösségekben keresendő, de számos külső intézményi körülményt is meg lehet említeni, csak röviden ugye néhányat, rögtön említhetjük ugye a roma csoportok közötti különbségeket, amíg ezt a fajta politikai egyesülést, közös érdekek megfogalmazását meglehetősen nehézkessé teszi, nehézé teheti. Említik még a szavazásra nem jogosultak, jellemzően ugye kiskorúak, relatíve magas számát, területi szétszórtságot és ugye egyéb tényezők, erőforrások hiányát, akár a saját politikusokkal szembeni bizalmatlanságot is. Hangsúlyozzák általában azt is, hogy a térségbeli rendszerváltások eredményeképpen ugye más lehetséges képviseleti formák is teret nyertek, lehet ugye egyesületeket alapítani, a délelőtti szekcióban számos szó esett ugye a nemzetiségi önkormányzatokról, mint ilyen lehetséges rivális formákról. Valóságban inkább ugye az ezek közötti inkább az átfedésekről van szó. A különböző országok vagy különbözőképpen viszonyulnak egyetlen az etnikai pártokhoz, ezen belül a roma pártoktól, tehát találunk olyan eseteket, amelyek a kisebbségi képviseletet akár alkotmányos szinten is tiltották, ilyen volt, mint Bulgária az 1990-es években, de számos olyan esetben is találkozunk, amely valamilyen intézményes választástechnikai úton igyekeznek elősegíteni a képviseletet, általában a leggyakoribb eset, hogy fenntartott ugye parlamenti képviselői helyekkel roma politikusok képviselő számára, mint ahogy az is egy eltelt lehetséges ugye, technika, hogy a nagy mainstream, a többségi politikai pártokkal állapodnak meg. És végül csak így ilyen jelzés értékűen, itt az időm végéhez közeledve, miként illeszkedik ugye ebbe a képben a korábbi táblázatban, ami nem szerepel Magyarország. Annyit röviden, hogy ugye a roma pártok száma Magyarországon rendszerváltástól napjainkig nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magasnak számít. Ha csupán a bíróságok által bejegyzett pártokat nézzük, akkor körülbelül tehát ilyen 30 körül van a szám. Egyetlen olyan pártot találunk csupán itt a etnikaiként definiáltó pártok közül, amelyek nem a romákhoz köthetők. Ez még magyarországi, szlovák, horvát, német összefogásból létrejött párt volt, de minden, hogy itt a táblázatban szereplő pártok a romákhoz volt köthető. Pirossal emeltem ki azokat, tehát ugye meglehetősen kevés volt azok közül, amelyek a 1990 utáni választásokon legalább egy választáson, legalább egy jelöltet tudtak állítani, de mint ismert, hogy parlamenti helyet, parlamenti mandátumot egyikük sem tudott szerezni. Végezetben akkor itt fejezném, és köszönöm szépen a figyelmet.
köszönjük szépen, hogy akkor a Dobos Balázsnak az előadását. És következzen egy szintén egy kollégám előadása. Úgy gondolom, hogy miután meghallgattuk a következő részt, akkor utána fogalmazhatunk meg majd kérdéseket. Úgyhogy addig tart itt a mikrofon átszerelése. Annyit szeretnék elmondani, hogy majd egy György fog majd nekünk tartani szintén 15 percben diskurzusok és cigánypolitikák Magyarországon 1945 és 1989 között címmel előadást. Majdnyi Györgyről azt kell tudni, hogy szintén Leszterházy Károly Főiskola politológia tanszékének oktatója, mint főiskolai tanár, és saját bevallása szerint, ezt mondta nekem itt a szekció előtt, legalábbis a teremben a legnagyobb Kádár kutató. Fogadjuk szerepettel Majdnyi Györgyről. Köszönöm szépen a bemutatást, és én is üdvözlök mindenkit. Elnök úr már ismertette az előadásom témáját. Én azzal fogom kezdeni, hogy felolvasok egy rövid vers részletet. Előre bocsátom, hogy nem én írtam egyrészt, másrészt, hogy nem az irodalmi értéke miatt olvasom föl, hanem ez egy olyan kis versik, ami egy minisztérium 1958-as anyagában maradt meg, és mindjárt el is magyarázom, hogy miért olvastam föl, jó? Röviden akkor a vers következik. Felmagyarok a zászlóval magasra, hogy a világ emberei láthassa, hogy ki az úr a földön, föl a zászlóval a magasba, hogy mindenki megtudja, győzött a vörös zászló, győzött a párt és a nép. Ez egy rövid vers, amit egy Para István nevű fiatal, nehézsorsú fiú küldött 1958-ban a Művelődési Minisztériumban, és a Művelődési Minisztériumban elolvasták ezt a verset, és a hozzáírt levelet. Hozzáírt levélben annyit írt ez a fiú magáról, hogy azt szeretnék, ha az elvtársak elküldenék zeneiskolába, vagy esetleg pártiskolába, és hogy mindenképpen tanulni szeretne. Az apja hősi halált halt az orosz fronton, ez akkor nyilván nem volt egy politikailag korrekt megállapítás, egy életrajzban, de ezt nem tudhatta, és azt írtam én magáról, hogy árva vagyok, mint az akrácfa levél. És a rövid gondolkodás után ezt a korabeli hivatalban a levelet átszintnánk át a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségére, holott sem a fiú neve, sem a lakhelye, semmi más nem utalt arra, hogy cigány vagy cigány származású volna. És ez a kérdés, amit fölteszek az előadásomban, azután lirai bőrzött után, csöpet sem költői kérdés, tehát ez arról szól, vagy az a kérdés, hogy miért a korabeli hivatal mi alapján és miért minősített valaki cigánynak, és általában a szociálpolitika miért kapott etnikus jelleget a korszakban, és hogy a cigány kérdés maga hogyan vált szociálpolitikai problémává, és maguk a diskurzusok pedig eszközei a szegregációnak és a kirekesztésnek. Ebben az előadásban, amit tudom, hogy 9-10-esekhez szól, ezért nem úgy fogom elmondani, hogy 11-12-esekhez szólna, csak úgy volt, ezt fogom úgy elmondani, hogy mindenki számára valamennyi érdekes, és érthető legyen. Hát a diskurzusokat fogom elemezni. A diskurzusokat úgy lehetne fordítani, a diskurzusok azok életeket, szövegek, viták, amelyek meghatározzák egy adott korszaknak a gondolkodását, és amikor történészek diskurzusokat elemeznek, meg általában társadalomtudósok, akkor általában a tudás és a hatalom közötti összefüggésekre kíváncsiak. Magyarán arra, hogy a hatalom hogyan határozza meg a tudást, az állami intézményeknek milyen szerepük van abban, hogy mit tudunk a társadalomról például, vagy mit tudunk egyes társadalmi csoportokról. Rátérve az előadás konkrét témájára, arra, hogy milyenek voltak a cigánypolitikák ebben a korszakban, és egyáltalán a cigányok, romák hogyan jelentek meg a diskurzusokban, erre azt lehet nagyon röviden elmondani, hogy sokat is tudunk róluk, másfelől pedig semmit. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a szövegek, amelyeket a korabeli hivatalok keletkeztettek, amelyek az állami hivatalokban keletkeztek, ezek általában az állami hivatalokról szólnak, és az állami hivatalok szempontjait a korabeli hatalmasok szempontjait közvetítik. Tehát, hogyha meg akarjuk tudni, mi történt az cigányokkal vagy cigányoknak tartott emberekkel a korszakban, akkor ezekben nagyon keveset tudunk meg róluk, viszont megtudjuk azt, hogy maga a társadalom, illetve az állam hogyan viszonyult a cigányokhoz, cigánysághoz, cigánykérdéshez. Akkor most egy történeti áttekintés következik, és akkor az elején, vagy a végén visszatérek el most felvetett kérdésre.
hogy akkor az 1940 és 89 közötti időszakról lesz szó. 1940 után Magyarországon nem igazán létezett cigánypolitika vagy cigánykérdés. A 1945-ös fordulat után demokratikus változások nem igazán érintették a romákat, kimaradtak a földosztásból, az új pártok, formálódó új pártok nem igazán tartottak igényt a szavazataikra, mert a egyszerűen cigány népességben a népszámlálások alapján nem tűnt jelentősnek. A népszámlálások gyakorlatilag a cigány anyanyelvűekkel tekintették cigányoknak, és így viszonylag alacsonyra becsülték a létszámukat. És gyakorlatilag az 50-es években helyi szinten a különböző államhivatalok folyamatosan foglalkoztak cigányokkal, cigányokkal kapcsolatos kérdésekkel, de ezek az iratok, ezek nem mentek tovább felső szinten, tehát úgymond a pártállamnak nagyon sokáig nem volt cigánypolitikája. Mégis a cigányokkal kapcsolatos intézkedések azok általában rendőrintézkedésekben öltöttek testet. Ezek erőszakos, razziaszerű közbeavatkozások voltak a közösségek életében, ezek nyilván a portikori hagyományokat folytatták. Helyi szinten a rendőrség foglalkozott úgymond a cigányokkal, és volt egy ilyen új intézmény is, amit 1955-ben bevezettek, ez a fekete személyigazolványoknak a rendszere volt, ami azt jelentette, hogy a cigányok számára többitől eltérő külsejű személyigazolványokat adtak ki. Emellett még a Népjóléti Minisztériumnak az illetékesei aktivizálódtak, ők úgymond ilyen, hát már ezt úgy mondjuk, hogy kényszermozgatásokat hajtottak végre, de szintén erőszakos intézmények voltak 1950-től kezdődően, gyakorlatilag ilyen razziaszerűen kiszálltak a falvakban cigány lakosságot összeterelték, és egy ilyen rovarírton szerrel fertőtlenítették az embereket. A korabeli hivatalokban keletkezett illatok persze arról számolnak be, hogy az emberek várták ezt a fültetésnek nevezett kényszermozdatást, örültek neki, gyerekek sikoltoztak ma, ugye tudjuk, más iratokból, a visszaemlékezésekből, hogy ez valószínűleg korán sem így történt, mert ezek szintén erőszakos intézkedések voltak. Van még egy nagyon fontos mozzanata, 45-48 utáni cigánypolitika történetének, hogy a pártállam, amelyik létrehozott egy ilyen államosított gazdaságot, egy egységes állami gazdaságot, az gyakorlatilag egy ilyen munkaerő tartalékként tekintett a cigány népességre, és a nagy építkezésekre, nagy beruházásokra nagyon nagy számban próbálták a cigányságot mozgósítani, természetesen olyan munkakörökben, amelyek nem voltak túl kvalifikált, és nem is voltak túlságosan jól fizetett munkakörök, és ennek kapcsán hagyományos cigány foglalkozásokat próbálták kriminalizálni, tehát büntetni őket, még 56-ban is intézkedtek arról, hogy a cigányok számára korengedélyt ne adjanak ki. Ezek részben voltak csak sikeres intézkedések, mert a pártállam beavatkozásának mindig voltak úgymond társadalmi korlátai, mi azt jelentette, hogy fölülről nem lehet, azt jelentett akkor is, meg azt jelentette általában is, hogy fölülről nem lehet mindent elintézni, például a szerkovácsoknak hiába is államosították a szerszámait, ami egy üldő volt meg a kalapács, és hulladékvasat használtak föl, újabb üldőt és kalapácsot szereztek, és hagyományos foglalkozásiknak éltek továbbra is. Gyakorlatilag, amikor először felmerült az, hogy a cigánysággal a pártállamnak valami módon mégis foglalkoznia kell egységesen, az 1956 volt, és 56-ban előkészítettek a párt legfőbb vezető testületének egy határozatot a politikai bizottságnak, amit majdnem tárgyalt is a politikai bizottság, de akkor más, akkor fontosabbnak tűnő események közbeszóltak. És 1957-ben történt valami, egy ilyen epizód ennek az egész, ebben az egész történetben, hogy megalakították a Művelődési Minisztériumon belül a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét, és közben elkezdtek mutatni néhány képet, jó, amik konkrétan nem kapcsolódnak a szöveghez, csak hogy látszik, hogy mégis kikről beszélünk, ezek a szövegek, amikről beszélek, ezek kikről szólnak. Jó, amit én mondok, az egy diskurzus elemzés. Foucault nyomán azt szokták mondani, hogy Foucault azt írta, hogy a diskurzusban az ember úgy eltűnik, mint a tengerparti fövenyben rajzolt arc, ami alatt azt ugye rájuk a felikámadár, meg elfújja a szél, stb. De azt értett ez alatt, hogy a szövegekből nem lehet mindig konkrét embereknek
megismerni a sorsát. Ezért azt látni kell, hogy az összes ilyen szöveg, az összes ilyen történet mögött emberi sorsok vannak, és ezek valamilyen módon mégis embereknek az életét befolyásolják. Pöcsétfehérben alakult egy Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége nevű szervezet, aminek egy László Mária nevű, ma úgy mondanánk, hogy roma aktivista, tehát egy cigány értelmiségi volt a vezetője, aki aktív szerepvállásra törekedett, és azért érdekes ez a szervezet, mert ebből a korszakból, amivel ez a szervezet létezett, fölmaradtak olyan panaszos levelek, amelyeket cigányok írtak az állami hivataloknak, és próbáltak a saját problémáikra megoldást találni. Ilyen, ezek a levelek nyilván a kornak a paternalista stílusát jellemzik, általában Kádár Jánosnak, vagy a Kádár János kormányzónak vannak címezve, vagy egy ilyen verssorral végződnek mondjuk, hogy hagyjál én a világ szája sokáig, ilyen Kádár Jánosnak sokáig. Tehát próbálták megtalálni a közös nyelvet a hatalommal, ami nem mindig sikerült, de bemutatja, ezek a helyi közösségek, helyi szinten az emberek milyen gondokkal küzdöttek, csak egy példából ebből a történet sorozatból, hogy a Hernádvécsin, ami egy kis falu, a helyi pásztorok akartak alapítani egy ilyen cigány társcsoportot, és nem engedték meg nekik, mert nem voltak tagjai tömegszervezetnek sem, nem voltak KISZ tagok, erre írták a pásztorok, hogy ezért nem tagjai a KISZ-nek, tehát a legfiatalabb közöttük 45 éves, és nem léphetnek be. Akkor mondták, hogy lépjenek be a nőtanácsba, részinten nekik, nyilván nem akarták engedni ezt a típusú önszerveződést, és ez kiderült, hogy nincsen közöttük női, meg ez volt az akadály. És akkor mit tudtak tenni? Megalakították a legeltetési társulat kultúrs csoportját, mi szintén nem működött, mert továbbra sem engedélyezték neki, csak úgymond fölléptek feketén, amiért gyakorlatilag betiltották az önműködésüket. Tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag helyi szinten nagyon kevés lehetőség volt a diktatúrában az kezdeményezésre, az önszerveződésre. És maga ez a szövetség is, már csak 3 percen van, most nem el fogunk ugrani, 57-ben 89-en, úgy volt, de fölgyorsítunk. Jó, de ez a szervezet is megszűnt, meg mutatja, hogy valódi érdekképviselete nem volt igény a korszakban, és ehelyett 1961-ben elfogadott a párt egy határozatot, ezt úgy szokták hívni, hogy a Politikai Bizottság cigányhatározata, ez olyasmi volt, mint manapság ezek a nagy roma programok, hogy általában el akarták mondani, hogy mit kell tenni a cigányokkal. Ezzel kapcsolatban Kádár Jánosnak elfogadták ezt a politikai bizottsági határozatot, azt mondta, hogy egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetők nemzetiségnek. Ez kérdés, hogy ő miért gondolta. Ma utólag azt szokták mondani, hogy ez a cigánypolitikai határozat az arra volt jó, hogy akkor megpróbálták megpróbálták fölemelni a cigányságot, és ebben a pártállam, vagy kitüntetetten Kádár Jánosnak a jó indulatát kell látnunk. Én azt gondolom, hogy ez sokkal valószínűbb egy olyan értelmezés, hogy Magyarországon nagyon sokáig cigányok, romák voltak azok a az ő közösségük voltak azok, hogy a leghatékonyabban tudtak, ez föl is gyorsult, valamit megérzettem. Hogy a cigányok, romák közösségi voltak azok, amik a legtovább és a leghatékonyabban tudtak ellenállni az egységesítő törekvéseknek, és valamilyen módon a pártállam minden pártállami hatalom minden szervezetre ki akarta terjeszteni az ellenőrzését, és gyakorlatilag az egész 61-es párthatározat arról szólt, hogy a cigányságot nem ismerik el nemzetiségként, és gyakorlatilag a cigánykérdés úgy lehet megoldani, erre van egy ilyen modell, amit egy Michael Stewart, egy antropológus talált ki, hogyha cigányhoz hozzáadjuk a szociális bérmunkát plusz a lakást, akkor kapunk magyar dolgozót plusz cigány folklort. Egy kérdés, mi volt ezzel ugye a pártállamnak a valódi célja? Az, hogy megoldjon egy problémát, vagy csak megmutassa azt, hogy ő mindent megtesz. Én azt gondolom, hogy ebben főleg a hozzáadott értéknek a felmutatása volt fontos, tehát annak hangsúlyozása, hogy a pártállam mindent megtesz a cigányokért, és általában kezelni tudja a társadalmi problémákat. Mivel mindjárt lejár az időm, és már csak egy mondatot fogok mondani, beszélsz a közepén, és ez pont felvégződik. Na, hogy az utolsó mondat, hogy gyakorlatilag, hogyha azt nézzük meg, hogy gyakorlatilag milyen volt ha megnézzük ezeket a különböző korszakokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon erős a folytonosság abban, hogy a Fortikorban viselkedett az állam a cigányokkal, azzal, ahogy a Rákosi korban, és abban, ahogy a Kádár korban. Tehát, hogy nincsenek nagyon nagy változások, hanem a diskurzusok azok, amelyek inkább változtak. És ezek a diskurzusok egyre inkább arról szóltak,
hogy a 61-es párthatározattól kezdődően, hogy a magyar állam mindent megteszenek a problémának az orvosolásáért, és úgy mutatták be ezek a diskurzusok a romákat, mint akik a szociálpolitikának a fő kedvezményezettei, holott ez valójában nem volt itt. Itt volt a pont, és akkor még egy utolsó kérdés a végére. A jogszerűzés helyett, ugye, aminek általában az a dramaturgiai funkció lezárni egy történetet, akkor föltennék egy kérdést, hogy ma vajon a hivatalok hova jutatnák a már említett előadásaim idézett költők, arra is vannak a levelek. Köszönöm a figyelmet. Most akkor egy rövid időre pár percig megállnánk, de csak azért, hogy a kérdésekre jusson idő. Úgyhogy szeretném most, hogy a két előadóhoz, akinek van kérdése, azt kérem most tegye fel. Vagy akár meg is válaszolhatja, majd én akkor fejezkedem. Csak egy költői kérdés. Nem érik meg válaszolni. Nem, az 9 vita már. De gondolataidat mindenképpen meg lehet osztani. Igazából a Kopos Balázs az lenne egy olyan kérdésem, hogy esetleg mi lehetne a megoldás arra, hogy a romapártok ennyire sikertelenek működésében, ennyire szétszórtak és megosztottak, és nincs egy egységes összefogó erő, amivel lehetünk kiállni, és mi lehetne erre a megoldás? Esetleg van még valakinek kérdése, amikor összegyűjtenénk még párat, vagy gondolat esetleg. Köszönöm szépen a kérdést. Nekem a konklúzió maradt le az előadásom végében, ahogy itt Martin György is így hangsúlyozta a konklúzió fontosságát. Magyarországon ugye, tehát mindenképpen ugye a roma pártok egy marginális és vitatott jelenség. A rendszerváltást ugye azt láthatjuk, hogy meghatározóbb szervezeti formák ugye inkább a egyesületek, illetve a kisebbségi törvényt követően a kisebbségi, ugye manapság már ugye a nemzetiségi önkormányzatok. A roma pártok esetében még, ugye az is probléma, hogy a magyar jogrendszer, tehát az etnikai pártokat nem is kezeli külön kategóriaként, tehát a pártörvény nem is ismer ilyen kategóriát, miközben tehát lehetséges az etnikai alapon a pártszerveződés. Viszont érdekes módon a pártok, és ennél fogva a roma pártok is, például a kisebbségi önkormányzatok létrehozásában ugye ki vannak zárva, tehát abban nem működhetnek közre, hanem kizárólag csak egyesületek, más típusú szervezetek, és mint ahogy majd így az elkövetkezendő, éppen vagy következő választástól lesz a nemzetiségnek egy kedvezményes parlamenti képviselete, lesz egy ilyen mechanizmus, viszont a etnikai és roma pártok ebből a mechanizmusból is kivannak zárva. Tehát, hogy ezek is mutatják azt, hogy a jelentősége inkább tehát a két másik szervezeti formának, az egyesületeknek és a kisebbségi önkormányzatoknak van. Tehát ugye nem véletlen az, hogy a nagy pártok is már 1990-től kezdve főként ugye az egyesületekkel igyekeznek, nagyobb szervezetekkel, szövetségekkel választási, politikai együttműködéseket kötni. És például ennek a parlamenti képviseletnek a kivitelezése terén is rendre, egyesületekre, vagy éppen a jobban legitimen, mondjuk a nemzetiségi önkormányzatokra építenek. Az, hogy a roma pártszférának ezt a széttagoltságát miként lehetne meghaladni. Voltak egyesülési kísérletek Magyarországon is, más országokban is, de ezek tehát, hogy rendre kudarcba fogják. Köszönöm, köszönöm. Más kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen az előadóknak, hogy természetesen még lesznek, tehát lehetne kapcsolódni a későbbi beszélgetésbe is.
és felkérem Dobó Maria, szintén Esztergárdi Károly Főiskola pedagógia tanszékéről, hogy tartson egy előadását, amelyről elkérdezett egy kérdés fogalmaz meg, a vízszerűen a viszonyulások, települési és nemzetési informátika kapcsolatban. Köszönöm szépen a szót. Az települési és a nemzetiségi önkormányzatok, illetve korábban, ahogy ezt nevezték, kisebbségi önkormányzatoknak a kapcsolatáról beszélni. Ugye az önkormányzatiság már Magyarországon 1990 óta adott a települések helyhatóságai számára. A nemzetiségek számára azonban ez pár évet csúszott. Ez először 1993-as törvény, majd ennek egy módosítása, a 2005-ös törvény rendelkezett a kisebbségi önkormányzatoknak a működéséről. A 93-as törvényben határozták meg azt elsőként, hogy mely nemzetiségi csoportok számára van lehetőség kisebbségi önkormányzatoknak a létrehozatalára. Ennek az egyik alapfeltétele volt, hogy legalább 100 éve legyen honos az országban az a nemzetiségi csoport. 93 után, tehát a 93-as törvény létrehozatala után 94. december 11-én volt az első kisebbségi önkormányzati választás települési szinten, majd következő év tavaszán az országos önkormányzatokat is megalkották. 2005-ös változásnak az egyik eredményeként tartjuk azt, hogy nem csak települési szinten hoznak létre kisebbségi önkormányzatokat, hanem területi önkormányzatokat is van lehetőség alkotni. Tehát a települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozatala 2005-ös törvény óta lehetséges, az első ilyen választás 2006-ban történt meg Magyarországon. Aztán az elmúlt években egy újabb változás következett be. Ugye látják a 2011. évi törvénynek az egyik kulcs mozzanata már az, hogy nem kisebbségi önkormányzatoknak nevezi a kisebbségek önkormányzatait, hanem nemzetiségi önkormányzatokról szól. Továbbra is a 100 éve honos kisebbségi közösségek számára lehetséges ezeknek az önkormányzatoknak a létrehozatala. Választójogról én csak érintőlegesen beszélnék, nem elvéve a következő előadóknak a kenyerét. Csak fölvetném azt, hogy a kisebbségi önkormányzati választáson, tehát a 2006-os választáson is már létezett regisztráció. Be kellett vallani az identitást, ugyanez most jelenleg a 2011-es önkormányzati törvénynél is jelen van, kérelem és regisztráció, az identitás, a törvény úgy fogalmazza meg, hogy megfelelő tartalommal történő megvallása esetén történik ebben a választói névjegyzékben a fölvételnek a kérése. Ezután egy nemzetiségi értesítőt kap a választópolgár arról, hogy ő ebben a választói névjegyzékben szerepel, és ezek után vehet részt kizárólagosan az adott nemzetiségi önkormányzatnak a választásán. Tehát ez egy előzetes regisztrációt, kérelmet igényel. Néhány dolgot, mert hogy az én témám valójában nem a választójog, hanem az önkormányzatoknak a működése. A 2011-es törvénynél már a képviselők száma 3, illetve 4 főre csökkent a 2005-öshöz képest, hiszen a 2005-ös 5 főben határozta meg. A jelenlegi törvény azt mondja, hogy a választópolgárok számától függ majd, hogy 3 vagy 4 fő lehet a képviselőknek, a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek a száma. Ebből egy elnök helyettes, illetve tag, illetve szól még bizottsági lehetőségekről is.
Mindenképpen alapvető feladat a nemzetiségi közügynek az ellátása. Elsődlegesnek tartja ez a törvény a nemzetiségi önkormányzatnak az együttműködését különböző állami szervekkel, illetve a települési önkormányzattal. Ezt azért emelem ki, mert az a téma, amit én a következőkben beszeretnék mutatni, egy több éven keresztül történő kutatásnak az eredménye, ami azt mutatta, hogy arra helyeztem a hangsúlyt, hogy milyen a települési és milyen a kisebbségi önkormányzatok egymáshoz való viszonya egy adott településen. Látható az évszámokból, hogy ez még nem a nemzetiségi törvény létezése után született, hanem először volt egy 2004-es kutatás, akkor három településnek a települési, illetve kimondottan cigány kisebbségi önkormányzatának a viszonyát vizsgáltam, majd 2006-tól 2008-ig ezt a mintát is bővítettem, illetve változtattam magát a kisebbségi önkormányzatoknak a mienségét is. Benne maradt ez a három település, de olyan településeket kerestem még mellé, ahol nem csak cigány kisebbségi önkormányzatok léteznek az adott településen, hanem ahogy ott alul látható örmény, ukrán, ruszin, lengyel, szlovák, német, illetve görög kisebbségi önkormányzatok is léteztek. Különbözőek voltak a települési számok, tehát volt ebben város 50 ezer fő fölött, illetve ahol több település is jelen volt, az 5000, illetve a 10000 fő közötti. Néhány dolgot ennek a kutatásnak a végeredményéről mutatnék, és néhány táblázatot. Az első, hogy én alapvetően a döntéshozatali folyamattal foglalkoztam, hogy milyen a települési kisebbségi önkormányzatoknak a döntéshozatali folyamata, mi esetünkben ugye ennél a résznél, a kisebbségi önkormányzatok irányába. Egy diával, kettővel előbbébb ugrok, sajnos nehezen látható így kivetítve, megkérdeztem azt, hogy mit tartanak a kisebbségi önkormányzatoknak a képviselői ezen a 11 településen, ugye a felsorolt kisebbségi önkormányzatok, milyen a jó döntéshozatal. És adtam lehetőségeket, a választ, tehát egy zárt kérdéssor volt, amit minden egyes kisebbségi önkormányzat bejelölt, hogy ez egy fontos, ő általuk prioritásként gondolt, bár nem minden esetben használt jellemző, az a bizalom egymásban. Tehát egy kisebbségi önkormányzat a döntéseit úgy tudja jól, hatékonyan meghozni, hogyha bízik a másikban, illetve a saját közösségben. Ami érdekesség volt, hogy a cigány, illetve a lengyel és a szlovák kisebbségi önkormányzat hangsúlyozta, hogy a konfliktus mentességre kellene törekedni. A cigány kisebbségi önkormányzatok, tehát a 11 településen mindegyiken volt cigány kisebbségi önkormányzat, és mellette volt ugye valamilyen más kisebbségi önkormányzat. A cigány kisebbségi önkormányzatok szinte majdnem mindegyik, tehát egy skálán is úgy jelölték, hogy a végletekig a konfliktusmentességet kell, hogy a kisebbségi önkormányzat a települési önkormányzattal történő együttműködésben használja. Tehát, hogy erre kell törekednie. Ez a döntéshozatali hatékonyságát a cigány kisebbségi önkormányzatoknak elég erőteljesen korlátozta is ez a törekvés. A konfliktusok és az azokhoz való szemlélete volt az egyik így a döntéshozatali folyamatok és a jó döntéshozatal mellett a fontos szempont. Ugye a konfliktus mentesség, ahogy az előbb említette, az egy ilyen prioritás volt mindenféleképpen, hogy erre kell törekedni, bár több kisebbségi önkormányzat, jellemzően lengyel, illetve ruszin kisebbségi önkormányzat a konfliktusoknak a pozitív oldalát is hangsúlyozták. Tehát nem csak a negatívat, hanem a
Tehát, hogy nem csak hátrány a konfliktusnak a létrejötte, hanem az esetlegesen egy új döntéshozatali folyamatot indíthat el, tehát egy pozitív is lehet. A másik, az együttműködés lehetőségeihez való viszony, ezt eltérően ítélték meg. A legtöbb kisebbségi önkormányzat, és itt ugye a címem az, hogy diszkriminatív viszonyulások, nem volt mérhető semmilyen szinten a település és a kisebbségi önkormányzat közötti nagy távolságtartás, tehát az együttműködést mind a két oldalról igényelték. Az, hogy ez nem valósult meg, ez már sok esetben, nem mondom, hogy helyi sajátosságokat, de egyéb más körülménynek volt köszönhető. Tehát az együttműködést igényelték. Az intézményi kapcsolatok esetében a kisebbségi önkormányzatok alapvetően jónak találták a települési önkormányzatok felé vagy irányuló kapcsolatukat, nem csak a hivatal, a képviselőtestet, a polgármester, a jegyző, de egyéb más intézményi kapcsolatok, tehát az iskolák, itt gondolok általános iskolákra, jellemzően jónak írták. Árnyalja a kérdést az, hogy a kérdőív után interjúval ismertem ugyanezeket a településeket, ott ez a tipikusan milyen a helyzet jó, kicsit bővebben nem jó helyzetek derültek ki, tehát az interjúknál már rejtett konfliktusokra körülbelül az ötödik percben már rá lehetett bukkanni. Leginkább abból volt ez érzékelhető, hogy a települési önkormányzatok nem tekintették a kisebbségi önkormányzatokat partnernek. És a végén mutatnék még egy táblázatot, ami egy 1-től 5-ig történő skálán kértem már az interjú után még egyszer visszamenve, mert a kérdőívek nagyon-nagyon ideális és nagyon optimális és optimista képet adtak. Az interjú után ismét visszamentem ezekre a településekre, és megkérdeztem, hogy most még egy ilyen 1-től 5-ig skálát töltsenek ki, hogyan érzékelik a települési önkormányzatoknak a döntéshozatalát velük kapcsolatban, és a válasz a címre, hogy van-e diszkrimináció, bár, vagy hogy mondjam, hogy nyilvánosan nincs, de jellemzően mégis a cigány kisebbségi önkormányzatok érzékelték azt, hogy a települési önkormányzatok egyértelműen fenntartásokkal képviseltetnek az ő döntésük után, vagy irányában. Például önállóan nem engedték az aláírási jognak a gyakorlását pályázatok esetében, tehát a kisebbségi önkormányzat csak abban az esetben adhatta be azt a bizonyos pályázatot, ha a jegyző vagy a polgármester még mellette szignózta. Jellemző volt a feszültség a települési önkormányzattal, hiszen csak a kisebbségeket érintő ügyekbe engedték a beleszólást, a többi az nem az ő dolguk, tehát volt egy ez a rész és egész viszony, ez nagyon erősen kijött, illetve amit még így látható, hogy az útmutatást mennyit kért a kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzattól, és mennyit kapott, ott nagyon nagy volt az eltérés, hiszen a cigány kisebbségi önkormányzat jellemzően egy ilyen közepes átlaggal fordult a települési önkormányzat felé, de jellemzően minden egyes esetben kaptak úgynevezett útmutatást a döntéshozatali folyamatokban a települési önkormányzatoktól. Kirívó eset ez a cigány kisebbségi önkormányzatoknál, tehát ott jelent ez meg, de az összes többi kisebbségi önkormányzatnál is jelen volt ez. A többi kisebbségi önkormányzatnál a legnagyobb sérelmet a szintén ez a rész-egész viszonya okozta. A másik az, hogy kizárólag akkor szólítatnak ők meg, amikor lesz egy testvérvárosi találkozó, vagy kulturális estet kell rendezni, tehát jaj, de jó, hogy van még egy néptánc csoport, vagy van egy népdalkör, vagy lehet egy költőt még ide hívni.
tehát valahogy kizárólagosan a kultúrára helyezték hangsúlyt, ami nem baj, hogy oda helyezték, csak hogy semmi másba a többi kisebbségi önkormányzatnak a beleszólását sem kérték, és teret sem igazán adtak nekik. Tehát az, hogy volt-e diszkrimináció a települési önkormányzatoktól, a kisebbségi önkormányzatok felé, erre elég nehéz így választ adni. A mutatók azt mutatták, vagy azt bizonyították be, hogy igen, jelen volt ez. Nem a mindennap, tehát a mindennapi életet sértve vagy bántva, de olyan nagy etnikai konfliktusokat nem okozott ez a vizsgált 11 településen. Az, hogy a 2011-es törvénynek majd ez a tényleges gyakorlatban, ezben nagyon sok része változik a területi önkormányzatokkal együtt, illetve a település önkormányzatokra ró plusz terheket és kötelezettségeket, hogyan megy át ez a gyakorlatba, ez a következő időszaknak lesz a témája. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen az előadását. A következő előadónk Fejes Szonya, aki jogászként Egri Városi Önkormányzat osztályán dolgozik, és mellette a tanszéken, a politológia tanszéken is számos órát tart, főleg a nemzetközi jogával kapcsolatban. Ha szeretném, hogy felkérdezzem az előadást. Köszöntök mindenkit! Az én témám a roma kisebbség védelme az emberi jogok európai bíróságának gyakorlatában. Nem kell megijedni, nem sokat fogok az emberi jogok európai bíróságáról beszélni, inkább az érdekesebb ügyekre helyezem a hangsúlyt, de azért elengedhetetlen. Szóval nagyon fontos, hogy beszéljek néhány szót. Az Európa Tanács keretén belül működik ez a Nemzetközi Bíróság és székhelye Strasbourg. Talán mindenki úgy ismeri ezt a bíróságot, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság. Az emberi jogok európai egyezménye betartásának felügyeletére hozták létre, és mondhatjuk, hogy a legfőbb európai bírói fórum, ahol emberi jogokkal foglalkoznak, és ami nagyon fontos még, hogy Európában a leghatékonyabb emberi jogi bíróságnak mondják, de egyébként az egész világon is az egyik leghatékonyabb ilyen ügyekkel foglalkozó bírói fórum. Annyi bíróból áll, amelyet az Európa Tanács tagállamainak azon tagállamainak száma, akik megerősítették ezt az emberi jogi egyezményt. Kérelemmel fordulhat a bírósághoz az a személy vagy személyek csoportja, akik, vagy aki úgy gondolja, hogy személyesen és közvetlenül is áldozat lett az egyezményben foglalt jogok és jogi garanciák megsértésének. Tovább. Nagyon fontos, hogy abban az esetben lehet csak ehhez a bírósághoz fordulni, ha előtte az illető kérelmező minden jogorvoslatot igénybe vett az érintett államban, amely alkalmas lehet arra, hogy hatékonyan orvosolja az ő jogsérelmét. Ez általában egyébként azt jelenti, hogy az összes fellebbezési lehetőséget ki kell használni az adott államban. Azt követően, hogy a hazai eljárásban megszületett a végső ítélet, azt követően 6 hónap áll a rendelkezésére az illetőnek, hogy érvényesítse igényét. A feleknek számítanak a kérelmező, ő lesz egyébként a perben a felperes. Ez általában, ahogy mondtam, magánszemély szokott lenni, magánszemélyek egy csoportja, de igen, szűk körben egyébként jogi személy is lehet. A másik oldalon az állam áll, minden esetben ő az alperes, hiszen ugye ő vagy valamely szerve sérti meg az illető panaszosnak az emberi jogait, és őt az úgynevezett kormányképviselő, vagy angolul úgy hívjuk őt, hogy agent, ő képviseli. Néhány szóban arról, hogy milyen jogokat véd ez az egyezmény.
Elsősorban az élethez való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és büntető ügyekben, ezeket azért emeltem ki, mert a kisebbségi ügyekben is egyébként a kisebbségek amellett, hogy majd mindjárt következik, hogy melyik paragrafusra hivatkozhatnak, ezt szokták felhívni, ezeket a cikkeket. A magán és családi élet tiszteletben tartásához való jog, véleménynyilvánítás szabadsága, gondolat, lelkismeret és vallásszabadsága, hatékony jogorvoslathoz való jog, illetve sokszor a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot, illetve a választó jogot szokták még ugye felhozni ezek a panaszosok, és akkor következzen itt a 14. cikk, ami tulajdonképpen a kisebbség védelmet az Emberi Jogi Bíróságnak a gyakorlatában megalapozza. Ez a cikk mondja ki, hogy a jelen egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerint vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. Itt alá is húztam, hogy a nemzeti kisebbséghez való tartozás, ez az, ami esetünkben igen fontos, de azért láthatjátok, hogy egy cikkben van tulajdonképpen egy három szó, ami utal arra, hogy a kisebbség védelem hogyan valósulhat meg az emberi jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. Azért ezt tudni kell, hogy ez igen kevés, tehát ahhoz, hogy hatékony jogvédelmet nyerhessenek a kisebbségek, hatékonyabb védelemre lenne szükség. Annál is inkább, hogy általában ezt itt ki is emeltem, a tisztességes tárgyaláshoz való jog, vagy a lelkismeret és vallásszabadság biztosítása az, amire hatékonyabban tudnak hivatkozni, mint erre a 14. cikkre. Felmerült egyébként többször itt a Emberi Jogi Bíróságnak a történetében, hogy az egyezményhez egy kiegészítő jegyzőkönyvet kellene fűzni, egyébként sok kiegészítő jegyzőkönyvet fűztek már ez az Emberi Jogi Egyezményhez, azonban a kisebbségek kérdésével egyik sem foglalkozik, és egy ilyen európai kisebbségvédelmet szerettek volna megvalósítani egy ilyen kiegészítő jegyzőkönyv által. 1968-ban a belga nyelvi ügy kapcsán felmerült ez az igény, és ki is dolgoztak egyébként, van egy ilyen jogi bizottság, ami működik itt az Emberi Jogi Bizottság mellett, egy javaslatot, azonban ezt az Európa Tanács Szakértői Bizottsága elutasította, és azóta sem került újra napirendre ez a kérdés. Hát, hogy miért, ennek több oka van. Az egyik ugye nyilvánvalóan az államoknak az ellenállása, hiszen azért lássuk be, hogy sok államban, majd kiderül az esetekről, amikről beszélgetünk, hogy több esetben is megsértése került ez a 14. cikk, ahol ugye a kisebbségek védelmét mondja ki ez az egyezmény. Tehát az államok ellenállásába ütközik, hogyha részletesebben próbálják meg szabályozni a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket, illetve az is, hogy ugye itt már biztosan több előadásban is szó esett arról, hogy a kisebbségek jogai azok kollektív jogként szerepelnek, és ez az egyezmény pedig egyéni jogokat véd elsősorban. Tehát itt a dokumentum az egyénhez szól, inkább még a kisebbségek kollektív jogokat és jogvédelmet is igényelnek. Akkor következzenek most, ahogy ígértem, a Strasbourgi Bíróság roma panaszosokkal kapcsolatban hozott ítéletei. Megfigyelhetjük, hogy a roma ügyeket illetően a Strasbourgban székelő Emberi Jogi Bíróság bejárta az elutasítástól az elfogadásig vezető utat, és az első ügyek, amelyek felmerültek, ott a roma származású volt a felperes, de sokszor még a felperesnek sem jutott egyébként eszébe, hogy ő erre a 14. cikkre hivatkozhatna, tehát hogy a kisebbségi jogait megsértik. Az első ilyen ügy, ez a Kolompár Gyula kontra Belgium, ez a cégvető, ez mindig ugye a kontra szót jelenti, hiszen ugye, ahogy mondtam, itt egy magánszemély áll szemben egy állammal. És itt Kolompár Gyula a Belgium ellen fordult, ő egyébként egy jugoszláv állampolgárságú roma származású férfi volt, aki Jugoszláviából átment Belgiumba és Olaszországba is, és különféle bűncselekményeket követett el. És tulajdonképpen Olaszország szerette volna, mivel a legsúlyosabb bűncselekményt ott követte el, hogy Belgium adja ki neki ezt a Kolompár Gyula nevezetű személyt. Azonban ez nagyon-nagyon indokolatlanul elhúzódott ez az eljárás, és ezért fordult Kolompár Gyula az Emberi Jogok Európai Bíróságához. Tulajdonképpen az lett az ügynek a vége, hogy elutasították az ő kérelmét, mert a vizsgálatok során kiderült, hogy éppen a panaszos magatartására volt visszavezethető az, hogy ennyire elhúzódott az ügy. A következő ügy, ez az Asenov és társai kontra Bulgária, ez 1998-ban
került ugye a bíróság elé. Itt egyébként, hogyha évszámot mondok majd az ügyek után, ez nem azt jelenti, hogy ekkor történt az ügy, mert azt tudni kell, hogy az emberi jogi bíróság előtt hosszú ideig, sokszor 5-6 évig is elhúzódik egy ügy, tehát ez az ítéletnek az időpontját fogja majd jelenteni, ez az évszám. Tehát 1998-ban hozott Aszenov és társai ügyében az emberi jogi Strasbourgi emberi jogi bíróság döntést, és itt a ügy tényállása az volt, hogy itt a piros, hol a piros játékot játszottak roma fiatalok Bulgáriában, pontosan Schumeni fiatalkorú elkövetőkkel szemben kellett a bolgár rendőrségnek fellépnie, és ekkor, mikor meglátták a szülők, hogy ugye a gyerekeket atrocitás éri a rendőrség részéről, akkor a védelmükre siettek, és akkor ugye itt történt egy dulapodás, és hát azért fordultak az emberi jogok Európai Bíróságához, mert hogy a szülők szerint a rendőrök sértő hangnemben beszéltek a fiatalokkal is, velük is. Ekkor azonban még nem állapította meg az emberi jogi bíróság azt, hogy ezt a 14. cikket megsértették volna. Azonban, ahogy előbb is említettem, ugye más cikkekre sokkal hatékonyabban tudnak a kisebbségekhez tartozó felperesek hivatkozni. Tehát egy másik cikkre hivatkozással, mégpedig az, hogy az ő eljárási garanciáik nem érvényesültek az adott perben, elítélték végül Bulgáriát, hiszen azt mondták, hogy a bolgár nyomozati gyakorlat, az őrizetbevétel szabályai, a testi fenyítésre vonatkozó cikkekbe ütközött, tehát hogy azért mégsem úgy járt a bolgár rendőrséggel velük szemben, mint ahogy azt az emberi jogi standardok Európában megkövetelik. A következő ügyek, amikről beszélek, itt már diszkriminációra is hivatkozott a felperes, ahogy mondtam az előző esetekben, ott még csak felmerült tulajdonképpen az, hogy ők roma származásúak az ügy kapcsán, azonban a 14. cikkre még a felperesek nem hivatkoztak. A következő esetekben bár nem fogadta el a bíróság, de itt már legalább az ügyvédje, mert általában azért ezeket a személyeket ügyvédek, általában emberi jogi szervezetek szokták képviselni a Strasbourgi Bíróság előtt, tehát ők már felhozták ezt a 14. cikkre való hivatkozást. Az első az a Buckley kontra Egyesült Királyság ügy. Ezt egyébként sokszor szokták emlegetni, mert tulajdonképpen ez volt az első olyan ügy, amikor kipattant az, hogy ugye a roma kérdés, és hogy az egyes európai államok hogyan állnak a romákhoz. 92-ben történt az, hogy Angliában egy Mrs. Buckley nevű háromgyermekes vándor cigányasszony leállította Dél-Cambridge-ben a lakókocsiját, és szeretett volna bemenni ebbe a városba. Az volt a probléma, hogy az önkormányzat ezt megtagadta, hiszen környezetvédelmi, illetve higiéniai és a település szépségi indokaival próbálta meg megakadályozni Mrs. Buckley és családját, hogy bemenjenek a városba. Azt mondták, hogy a város szélén kijelöltek egy területet, és oda van lehetőségük bemenni. Igen ám, de Mrs. Buckley ezt nagyon nehezményezte, hiszen egyrészt ugye azt mondta, hogy megsértették a otthon és családi élet tiszteletben tartásához való jogát, amit egyébként az emberi jogi egyezmény 8. cikke szabályoz. És azt is mondta, hogy nem rejtették véka alá azt a szándékukat a település önkormányzatánál, hogy több nomád cigányt nem kívánnak befogadni. Itt Anglia egyébként azzal védekezett, hogy egyrészt ő azt megengedte, hogy a cigány család bemenjen a városba, és ott egy házat vásároljon, és ott letelepedjenek, de azt, hogy lakókocsival bemenjenek, és ugye ezzel ugye a városnak a összképét, hát így fogalmaztak meg, hogy ugye rontják ezek a lakókocsik, illetve a körülötte kialakuló ugye életkörülmények, amiket ugye a cigány családok utána megvalósítanak, emiatt nem engedték be. És sokat töprengett egyébként, elég elhúzódott ez az ügy az emberi jogi bíróság, hogy végül igazat lehet adni a hölgy kérelmének, abból is látszik, hogy nem is volt egyhangú a döntésük, de végül egyébként elutasították mind a 8. és mind a 14. cikkre való hivatkozást, és azt mondták, hogy tulajdonképpen az önkormányzat az adatok tanúsága szerint belül maradt azokon a kereteken, ahol a mérlegelési jogkör érvényesülhet. Nagyon hasonlít ehhez a Chapman kontra Egyesült Királyság ügy. Itt is egy vándorló cigány család volt, akik egy másik angliai városba próbáltak meg bejutni. Annyiban volt más a helyzet, hogy ők be is mentek, tehát nem álltak meg és kértek engedélyt, hanem bementek, tehát így végülis magyar jogi fogalmakkal azt mondhatjuk, hogy rossz hiszemű jogcím nélküli használó
bíróságnak minősültek, tehát ők le is települtek, és utána kényszerintézkedések keretében próbálta meg az önkormányzat őket eltávolítani, és ezt követően fordultak az Emberi Jogok Európai Bíróságához, és bár nekik sem adott igazat egyébként a bíróság, de megállapította, hogy az államok pozitív kötelezettsége a romák életvitelének könnyítése, és tulajdonképpen adott egy ilyen ajánlást, mert ugye az Emberi Jogi Bíróság nem változtathatja meg az adott állam, amit éppen elítél, annak a jogszabályai, viszont ugye felhívhatja arra, hogy bizonyos szabályzásokat meg kellene tenni, és itt bár nem adott végül igazat a Chapman családnak egyébként, főleg azért nem, mert ahogy mondtam, hogy tulajdonképpen rossz hiszemű magatartást tanúsítottak, mégis azt állapította meg, hogy az önkormányzatoknak törekedni kell arra, hogy a vándorló cigány családoknak megfelelő táborhelyeket alakítsanak ki. Több ilyen ügy volt egyébként. A Csonkal kontra Belgium ügy volt a következő, ahol már megfigyelhetjük, hogy a roma ügyeket illetően egyre nagyobb megértést tanúsított a bíróság. Ez 2002-ben volt, a hátterében az állt, hogy Szlovákiából egyre nagyobb tömegben roma családok próbáltak meg Belgiumban letelepedni, mégpedig a bőrfejűek zaklatására hivatkoztak, és a belga hatóságok azt állapították meg, hogy számos ellentmondás van az ő beszámolóikban, ugye próbáltak keresztkérdéseket is feltenni, és végül nem is az volt a probléma, hogy az nem lett volna probléma, elutasítják ugye a menedékjog iránti kérelmüket, inkább az volt a probléma, hogy egyszer behívták ezeket a családokat adategyeztetés címén, aztán egyszerűen kitoloncolták őket az adott országból, és a bíróság szerint így megsértették az 5. cikkét az emberjogi egyezménynek, az eljárási garanciákat nem tartották be. Viszont még itt sem fogadta el a 14. cikkre való hivatkozást, tehát hogy azért utasították ki őket Belgiumból, mert hogy ők romák lennének. A következő ügyben, hát ez egy kicsit durvább ügy volt, hiszen itt egy haláleset is történt, ez a Velikova kontra Bulgária ügy. Ez 2000-ben történt, egy marhalopással gyanúsított cigány férfinek az esete volt, amikor őt elkapták ezért az ügyet, hát a kihallgatás során olyan súlyosan megverték, hogy életét vesztette. Az élettársát hívták egyébként ennek a férfinak, őt Csoncsernek hívták, és Velikova volt az ő élettársa, aki elindította az eljárást. És hát nyilvánvalóan a második cikk, amely az életvédelmét mondja ki ebben az emberjogi egyezményben, annak a sérelmét megállapította a bíróság, viszont azt mondta, hogy nem lehetett minden gyanún felülállóan bizonyítani azt, hogy a bolgár rendőrség elfogult lett volna a romákkal szemben, de azért megállapították, hogy a panasz komoly érveken alapul. A következő, ja igen, a következő ügyben már azt lehet látni, hogy egyre nagyobb megértést tanúsított a bíróság. A Csonka kontra Belgium, a Nacsova kontra Bulgária ügyben, ez 2004-ben történt. Ott már figyelembe vették, hogy elég sok hasonló természetű panasz történt. Ez is egy halálesettel végződő ügy volt, itt két katonáról volt szó, Angelov és Petkov, két roma nemzetiségű személy, kötelező katonai szolgálatát egy olyan egységnél töltötte, ahol ilyen lakrészek építésével voltak ők megbízva, de sorozatos hiányzások miatt letartóztatták őket. Ők ebből az őrizetből megszöktek, és elmentek a nagyapjukhoz, aki a nem messze lévő roma telepen lakott, és ott húzták meg magukat. Pár nap múlva sikerült ugye a katonaságnak kideríteni, hogy hol vannak, és 5 katonát küldtek utána, hogy hozzák vissza. Viszont azt mondták, hogy minden eszközzel próbálják meg elérni, hogy ők ugye visszatérjenek arra a katonai bázisra, hogy ugye ellenük a szankciókat foganatosítani lehessen. Miután felszólították őket, hogy jöjjenek elő, a két fiatal menekülőre fogta, elmenekültek, és mivel utánuk lőttek a katonák, ezért sajnos később, amikor kihívták a mentőt, a kórházba szállítás közben életüket vesztették. Nyilvánvalóan itt is megvalósult a második cikknek az élet elleni bűncselekmény ugye, esetén felhozott második cikknek a sérelme. Azonban itt felmerült az is, hogy utána kiabálták a katonák, hogy nyomorult cigányok, amikor elkezdtek menekülni, és ezért itt a bíróság már a 14. cikkeit és sérelmét is megállapította, tehát itt már a kisebbségi voltukból eredő sérelmeket is felhozta. A következő ügyekben a Kobzaru kontra Romániában, ott is például elhangzott egy ilyen mondat a bírósági eljárás során, hogy az elkövető nem más, mint egy számos botrány kiprovokásáról és verekedésről elbíresült 25 éves cigány.
Itt is egyébként az övizetben való durva bánásmód miatt fordultak az emberi jogok Európai Bírósághoz, és emiatt a mondat miatt az Emberi Jogi Bíróság megállapította azt, hogy megsértették a kisebbségek jogait. Gyorsan még néhány magyar ügyről egy pár szót mondanék. A Balogh kontra Magyarország ügy 2004-ben volt. Itt Orosházán 95-ben elkaptak egy szénkereskedelemmel foglalkozó sértettet, akit úgy megvertek, hogy dobhártyarepedéssel került kórházba. És itt több tanú jelenlétében is elhangzott az a mondat, hogy is mondd meg a miskolci cigányoknak, jobb, ha be sem teszik a lábukat Orosházára. Úgyhogy tulajdonképpen mind a harmadik cikk, tehát a tisztességes eljáráshoz való joga sérült a panaszosnak, illetve hát nyilvánvalóan itt a kisebbségekre tett ugye negatív kijelentés is megalapozta azt, hogy az Emberi Jogi Bíróság elítélte ebben az esetben Magyarországot. Akkor beszélnék még annyit a horvát és kiskontra Magyarország ügyről, hogy itt két kiskorú volt, nyilván az ő képviseletükben eljáró szülők voltak a felperesek, akik amiatt panaszkodtak, hogy az Emberi Jogi Bíróság előtt, hogy a két roma fiatalt indokolatlanul sorolták be szellemileg visszamaradott a képzésére szolgáló oktatási intézménybe, és ezért hátrányos megkülönböztetésnek tették ki őket. Horváth István és Kis András egyébként 7 évesek voltak, amikor egy ilyen csökkent, hát tulajdonképpen hátrányos megkülönböztetésnek tették ki azáltal, hogy visszamaradottaknak minősítették őket, és itt megjegyezte a bíróság, hogy egyébként a roma gyerekek Magyarországon általánosságban véve is túlreprezentáltak a speciális iskolákban Magyarországon, szisztematikusan félrediagnosztizálják őket, és számtalan ilyen ügy van. Egyébként nem csak Magyarországot, a Cseh Köztársaságot, Görögországot, Horvátországot és Szlovákiát is elítélték már hasonló ügyben. És az utolsó ügy, ez a Kisborbála kontra Magyarország, ahol 2010-ben egy Tiszalúci magánházban egy családi ünnepségen 50 roma fiatal mulatott, amikor a rendőrség kijött, és ugye dulakodás kezdődött, mert kérték, hogy halkítsák le a zenét, és ugye ez nem tetszett a családnak. Végül az lett az ügynek a kimenetele, hogy ezt a Kisborbála nevű hölgyet 5 rendőr elkezdte a földön rángatni, letépték tulajdonképpen a felsőjét, ahogy rángatták, így láthatóvá váltak ugye a mellei, ez volt az egyik, ami ugye nagyon, nagyon sérelmezett, utána pedig az, hogy nekilőtték az autónak, paprikasprével lefújták, és emiatt ráadásul még őt fogták perbe, hiszen az lett az ügynek a vége, hogy amit ő tett feljelentést, tehát a rendőrök ellen, hogy hogyan jártak el vele szemben, azt ugye nem vizsgálták ki kellőképpen a magyar hatóságok, viszont ellene rendőri szervek elleni erőszak miatt eljárás indult, és egy év felfüggesztettet kapott. Úgyhogy ezért fordult ő az Emberi Jogi Bírósághoz, őt is egyébként emberi jogi szervezetek képviselték, és megnyerte ezt az ügyet. Végülis 5000 euró kártérítést ítélt meg számára a bíróság, illetve 3000 euró perköltséget. És összegzésként csak annyit szeretnénk mondani, hogy a fentiek alapján is jól látható, hogy egészen megújult a roma kérdésben az Emberi Jogok Európai Bíróságának a gyakorlata, megértőbbé vált a kisebbségi problémák iránt, ideértve a nyelvi kisebbségeket, illetve a roma kisebbségeket is, és tulajdonképpen annyit még fontos elmondani, hogy azokban az esetekben perelnek egyébként a kisebbségek hatékonyan az Emberi Jogi Bíróság előtt, hogyha meg lehet találni azokat a pontokat, ahol a klasszikus kisebbségi probléma klasszikus emberi jogokkal kapcsolható össze. Ennyi lett volna az előadásom, itt még az összegzésnél ugye azt, amit elmondtam, amit elolvashatjátok, és köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm mindkét előadónak ezeket az előadásokat, és szeretném megkérdezni akkor ismét a közösséget, hogy van-e valami kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Én Nagy Annától szeretném megkérdezni, hogy kell-e tudnunk mindannyiunknak, illetve egyformát tudjuk-e, hogy a kisebbségi önkormányzat az mitől kisebbség és hogyan önkormányzat? Most ezt tudom, hogy itt alapszintű leckét kéne tartani, de mégis, hogy tudjuk azt, hogy ki kivel alkudozik, kiről mondja azt, hogy hát tulajdonképpen jó meg vagyunk, de aztán mégsem, de aztán mégis. Ez a kérdés egyik része. A másik, hogy amikor ők interjú formában, vagy akár kérdőívvel, adatlapban vallanak arról, hogy mik a problémák, akkor ők utalnak-e olyan jogi szabályozásra vagy hivatkozásokra, amelyek az ő körülményeket meghatározzák, vagy ellen, hogy
mennyire fogalmaznak egyértelműen a települési szintű önkormányzattal való együttműködés mellett, vagy ellen? Tehát bevallják-e, hogy ezekkel nem lehet együttműködni, se pénzt nem adnak, se rangot, se méltóságot, se semmit, mi alkudozzunk velük? Hát már én ilyenfajta interpretációt ismerek, ezért kérdezem, hogy az kiderül-e egy interjú szituációban, hogy mit lehet, vagy mit érdemes tőlük kérdezni. Igen, tehát a kisebbségi önkormányzatok, tehát a maga az önkormányzás, ez egy autonómiát kell, hogy jelentsen egy közösségek csoportnak a számára. A kisebbségi önkormányzatoknak a létezése, tehát ettől a 94-től működő rendszer, tehát a 94-től működik ez a rendszer Magyarországon, számos ebből vérzett már ott a létrehozatalától kezdve. Az, hogy ki vallja magát az adott közösséghez, a csoporthoz tartozónak, ez településenként változó volt. Nyomára bukantam etnobiznisznek is, tehát hogy egyik kisebbségi csoportból az identitását megváltoztatta és egy másik közösséghez tartozónak vallotta magát. Itt viszont nem cigány kisebbségi önkormányzati képviselő volt az, aki identitást váltott. Tehát van egy ilyen önazonosság bevallása és megvallása az önkormányzatiság alapjául. És igazából az önkormányzatiságot a maguk a nemzetiségek, kisebbségek nem is minden esetben tartották pozitívnak. Tehát főleg a cigány kisebbség részéről tapasztaltam az, hogy egy párhuzamos rendszernek tekintették. És ráadásul itt volt az egyik fő konfliktusok, vagy megjelenés a települési önkormányzattal, hogy a települési önkormányzat azt gondolta, hogy a kisebbségi önkormányzat az lesz a legitim, tehát a társadalmilag elfogadó csoport, amelyik irányítja majd azt a közösséget, és kiderült a döntéshozatal során, hogy nem, a közösség nem, számukra nem ők a hangadók, vagy nem őket tekintik elitnek, hanem a vajda rendszert, vagy egy láthatatlan rendszert, ami megbújik ott, és nem a kisebbségi önkormányzatnál. Tehát itt sok esetben volt így egy ilyen konfliktusnak a forrása, hogy valójában a közösség sem mindig határozta meg, hogy kit szeretne ő képviselőjének. A képviselők között is nagyon sok esetben volt vita, hogy kiinduljon egyáltalán a képviselő jelöltségért, és itt Balázs utalta a roma pártokra Magyarországon. 2006 után már ez élesedett, hogy melyik roma párt által delegált vagy jelöltként állított személy kerül be akár a települési kisebbségi önkormányzatba, de főleg a területi kisebbségi önkormányzatban is. Itt Heves megyében is volt ezzel kapcsolatban, hát már bírósági ügyig, tehát bírósági határozat is született. 2006-os választást követően a területi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat létrehozatala után talán egy évvel később súlyos visszaélésekre derült fény, és itt viszont a pártok közötti, a roma pártok közötti ellentéteket nyomon lehetett érni, tehát meg lehetett tapasztalni. A másik, hogy a jogi szabályozásra utalnak-e, a kisebbségi önkormányzatok, és főleg a cigány kisebbségi önkormányzatok igénylik a települési önkormányzatoknak a segítségét. Több esetben, olyan értelemben segítségét, hogy adminisztratív területekben a segítségadást. Volt olyan településem, amelyik azért esett ki ebből a mintából, mert aznap, amikor egy ilyen kutatás előtti utolsó telefonos kérdés, hogy akkor most mennék, ugye ott van az, akivel megbeszéltem két héttel, egy hónappal ezelőtt, hogy ez az interjút én szeretném elkészíteni, a kérdőjéken már túl voltunk, akkor mondták, hogy ja, megszűnt a kisebbségi önkormányzat, az irány kisebbségi önkormányzat, megszűnt,
Igen, hát nem tartották meg a 6 évi rendes ülésüket. Pontosabban megtartották, csak nem tudták, hogy ezt jegyzőkönyvezni kell, és ugyanúgy a hivatalba el kell küldeni. Tehát ennek az adminisztratív hátterét nem tudták, tudniuk kellett volna ugye a törvény értelmében, de nem tették meg, és egy ilyen elmaradás miatt hozzáteszem, a település önkormányzat kezdeményezte a megszüntetését. Utána figyeltem ennek a településnek az életét, számos konfliktust vett a nyakába a települési önkormányzat azzal, hogy már a kisebbségi önkormányzat sem létezik. Úgyhogy ez sok esetben, tehát hogy a jogi szabályozás után, ha nem is így szó szerint, de sokszor elhangzott az, hogy nem jó ez a rendszer, nem jól működik, a közigazgatásban számos olyan hibás döntés van. Sokszor nem a szándék volt, nem rossz szándékot tapasztaltam a település önkormányzat részéről, tehát nem mindig ez volt a diszkriminációnak az oka, hanem egyszerűen egy ilyen, nem mondom meg, és akkor az információt visszatartom, és hagyom, hogy az egész elhaljon, vagy egyszerűen úgy gondolták, hogy bábáskodni kell fölöttük, és nem partnerként tekintették. És az a fajta jogi szabályozás, ami ugye volt akár a 90-es, akár a 2005-ös, de én a 2011-esben sem találom, leírva megtalálom, hogy partnerként kell majd működni a település és a nemzetiségi önkormányzatnak, de hogy ez a gyakorlatban tényleg hogy fog megvalósulni, úgyhogy azok a személyek, akik benne vannak, akár a települési önkormányzati részben, akár a nemzetiségi részben, nem ehhez szoktak hozzá, nem ezen szocializálódtak, nagyon nehéz lesz, vagy nagyon nehéz lenne ezt az egészet átalakítani. Nem egy egyszerű a nemzetiségi és a települési önkormányzatoknak az együttélése, és tényleg kívülről próbálja mindenki mutatni a konfliktus mentességet, és csak egy picinke kapirgálás után kiderül, hogy ott a mélyben azért sérelmek vannak, és nem kérdőívekkel jönnek ki ezek a sérelmek, hanem mély interjúkkal. Utána az már csak adattá konvertálható, hogyha még egy lekérdezéssel, még egy másik kérdővel megyünk, de igazából a személyes beszélgetésekre sokkal több haszonnal lehet. Még egy kérdésem volna, hogy a kisebbségi helyzetről beszélünk most, az egész nap kicsit erről szól, és nekem viszonyosan hangzik, hogy nemzetiségi státuszúak lettek. Kellett tudnia mindenkinek, hogy ez mitől következett be, és ez rang növekményt jelent, vagy éppen 19. századi előzményekre visszakarolást, vagy miért történt ez így? Ugye a 2011-es törvény határozza meg így, hogy nemzetiségi kisebbségek, a nemzeti és az etnikai kisebbségek helyett, bár a konferencia címe is még a régit használja, a nemzeti és az etnikai kisebbségek, nem gondolom, hogy ebből nagy újdonság lesz, lehet, hogy ezzel most ilyen több ember megbotránkoztatok, de szerintem ezzel nem fog változni, hogy most átneveztük. Tehát a nemzeti kisebbség és az etnikai kisebbség ugyanúgy jelen van. Tehát a nemzeti kisebbségnek azt tekintették, akinek az anyaországgal létezik, az etnikai, pedig a cigányság, amelyiknek anyaországgal nincs most, vagy nem is volt korábban sem. Tehát de Európában nem csak a cigányságról beszélünk, etnikai kisebbség, tehát vannak más, de leginkább szem előtt, vagy leginkább a politikai viták tűzében a cigányság áll. Tehát nem gondolom, hogy ezzel a törvénnyel oly sok mindent megváltoztatott. A gyakorlatban derül ki, de az meg nem a törvényen múlik, hanem azok, akik benne vannak. Más kutatásaim során is én azt tapasztaltam, hogy sokszor egy szakpolitikának az intézése, vagy irányítás attól függ, hogy az a személy, aki ott van irányító pozícióban, hogyan gondolkodik az egész, milyen a szemlélete, és ilyen kis helyi csodákat létre lehetne akár hozni. Hát a nagy egész az meg töredezett lesz ettől persze, de helyi szinten mégis lehet, hogy könnyebben élik meg a közösségek egymással az életet. Köszönöm.
Köszönjük szépen a kérdés és a választ is. Még esetleg egy kérdésre vagy fél kérdésre van idő. De hogyha nincsen, akkor ezt, ha valaki mégis benne marad, folytathatja a szünetben, hiszen az előadón itt maradnak. Mi most tartunk egy 15 perces szünetet, és a konferencia utolsó része pedig 3-4-kor folytatódik.